Bajnok című könyv szerzőjével beszélgetek, Boros Norbertel, aki azt gondolom, hogy méltán mondhatjuk, hogy a Honi salakmotor megkerülhetetlen tudósítója. 1995 óta volt a Napló munkatársa, amikor az első publikációja volt, és aztán főszerkesztőként hagyta ott a széket. Aztán az én legjobb tudomásom szerint az első mozzanata az volt, hogy szülessen meg ez a könyv. Induljunk már akkor úgy, Norbi, hogy az időben itt most elindulunk, és akkor visszafele megyünk. Mi volt ez a döntés, mikor született meg, hogy ezt a könyvet meg kell írni? Ez a döntés igazából már 20 éve megszületett, amikor a bajnok abba hagyta a versenyzést. Vannak olyan salakmotor versenyzők, illetve motorversenyzők, akik általában szokták mondani, ők mindig télen akarnak bajnokok lenni, aztán a szezon nem mindig sikerül úgy. Én mindig télen akartam megírni ezt a könyvet, mert akkor a sportélet mindig olyan nyugodtabb, és igazából majdnem mind a 20 év úgy telt el, hogy na akkor most megcsináljuk, aztán nem csináltuk meg. Többször egyeztettünk a bajnokkal, és hogy oké, csináljuk, haladjunk, de nem lett belőle sose semmi. Most viszont úgy alakult az újságírói pályafutásom, hogy most akadt egy kis szabadidőm, és megmondom őszintén, ez nekem bakancslistás volt. Hogy tényleg a bajnokról készüljön egy könyv, és esetleg én írjam. És újra felvettem Zolival a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy mit szólna hozzá, és szerencsére pozitív volt a válasza. Na hát akkor örülünk a pozitív válasznak, meg annak is, hogy az életed épp úgy alakult, hogy most akkor van is rá egy kis időd. Arról mesélj nekem, légy szíves, hogy mikor találkoztál először a salakmotorsporttal? Szüleim azt mesélték, hogy én már a nagy erdei stadionban is ott voltam, persze akkor még karonülő csecsemőként, de én erre nem emlékszem, de nagyon korán elkezdtem versenyekre járni, és az első emlékem az pont, ami még megmaradt a mai napig is, az a Szegedhez köt. És nagyon érdekes, mert megmaradt bennem egy olyan élmény, amire igazából nem kaptam sose választ, mert az én fejemben megvolt, hogy az megtörtént, de a hosszú évek alatt egyszer se tudtam megkérdezni Zolitól, hogy ez így volt-e. És ez a lehetőség, hogy most könyvet írtunk, ez most arra is jó volt, hogy megkérdezzem, hogy valóban így történt-e, mert a 82-es egyéni magyar bajnokság külön futama után én úgy emlékeztem, hogy a dobogónál ott állt Zoli, és mi is bementünk hozzá, és ő sírt. És nem tudom, valahogy utána nekem olyan elképzelhetetlen volt, hogy a nagy bajnok, hogy tényleg, hogy én sírva láttam volna, és most x év elteltével ezt megkérdeztem, és jól emlékeztem. Hihetetlen. Akkor ez egy egész régi kapcsolat közted és a motorozás között, tehát akkor feltételezem, hogy ahogy a salakmotorsporthoz közel kerültél, akkor egyből megismerted a bajnokot is, vagy legalábbis, ha nem is személyesen, de akkor már ő róla tudtál. Hát ugyanúgy, mint annó minden gyerek a 80-as években, tehát amikor a lakótelepen a Mennyhád téren mi ott bicikli versenyeket rendeztünk, az salakmotorozás volt, és akkor ott mindig óriási csata dúlt, hogy ki éppen Adórián, vagy Hajdú, vagy Tihanyi. Tehát Boros Attilával, Rozsos Zsolttal óriási nagy versenyeket nyomtunk, tehát mi akkor már salakmotorversenyzők voltunk, és rendszeresen jártunk ki versenyekre, és ahogy te is említetted, 1995 volt az, amikor rajongóból átváltottam rajongó plusz újságíróvá. És nagyon érdekes, mert én úgy érzem, hogy Zolinak is akkor kezdődött egy olyan második vagy harmadik felvonás a karrierjében, ami megint kicsúcsosodott, és ez nagyon jó volt végigélni úgy, hogy én tudósíthattam ezekről a sikerekről. Világos. A könyv kapcsán mik voltak az elvárásaid, vagy volt-e konkrét elvárásod, vagy csak úgy össze akartad szedni a dolgokat az életéről? Konkrét elvárásaim azért voltak, mert most szerint telenség nélkül mondhatom azt, hogy valamilyen szintre azért eljutottam én is a pályafutásom során, és én úgy érzem, hogy hiteles tudtam maradni. Tehát egy mai napig le tudok állni, beszélgetni nem csak debreceni versenyzőkkel, hanem ugyanúgy a Stefáni Attila, a Szatmári Lackó,
Tehát hiába volt köztünk munkakapcsolat, és én hiába voltam debreceni, ők elfogadtak engem, és ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan visszajelzés volt, hogy engem ismernek nem csak a versenyzők, a szurkolók is, és szerettem volna a bajnokhoz, illetve hozzám is méltó könyvet összehozni. Oké, és hogy érzed így a végén? Milyennek találod? Volt-e meglepő rész benne esetleg? Számomra elég sok meglepő rész volt. Pláne azok a részek, amikor... Ezt tudtam, hogy Zoli nagy dumás. Tehát biztos voltam benne, hogy óriási sztorik jönnek elő, amiket nem csak itt nevettem, hanem amikor írtam a szöveget akkor is. De ami meglepett igazából az, hogy eljutottunk olyan mélységekig, és ezt idézőjelben mondom, amikor például a bajnoknak is bepárásodott a szeme. Tehát amikor visszagondolt olyan dolgokra, amik akkor lehet, hogy nem is ütöttek annyira nála se, viszont most az évek múltával szerintem elég súlyos köveket mozgattak meg a szívénél. Sokan kérdezték amúgy, hogy van-e aktualitása így 20 év elteltével ennek a könyvnek. És én több okból is azt mondom, hogy igen. Az egyik az, hogy tehát egy ilyen pályafutást muszáj úgymond keretek közé foglalni, és egy méltó módon egy könyv formájában letenni az asztalra. A másik az, hogy szerintem jót is tett az, hogy eltelt nem kis idő, hanem eltelt egy bizonyos idő, mert akár a bajnok, akár én jobb rálátással tudunk beszélni dolgokról. Tehát, hogyha most 20 évvel ezelőtt készül ez a könyv, akkor még lehet, hogy nem tudtunk volna kilépni abból a rajongó, illetve a versenyző szerepből. Viszont így most már jobban átgondolva, megfontolva, többször körbejárva a témát, lehet, hogy még tisztább képet tudunk adni bizonyos dolgokról. Oké. Köszönjük szépen, Norbi. Én azt hiszem, hogy minden kérdésre választ adtál, úgyhogy akkor biztathatjuk közösen az embereket, hogy itt az ideje megvenni a könyvet, elolvasni. Én úgy gondolom, hogy aki szerette a salakmotorozást, vagy szerette a salakmotorozást, illetve ezen belül a bajnokot, annak mindenféleképpen kötelező olvasmány lesz, és rengeteg újdonsággal szolgál majd. Aki nem érezte magának annyira közel a sportágat, viszont szeretne egy ilyen időbeli utazást kapni, szerintem ő is jól fog járni, mert egy bizonyos korképet is tudunk adni arra vonatkozóan, hogy milyen volt a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es vagy a 2000-es évek eleje. Szerintem izgalmas olvasmány lesz mindenkinek. Köszönjük szépen! Én köszönöm!